íróasztal, szekrények, hűtő és két ágy. Ezek kaptak helyet a szombaton átadott nyíregyházi Honvéd kollégium szobáiban. A folyosón jól felszerelt konyharész is a tanulók rendelkezésére áll majd. Az új intézmény az egyetem kampusz kollégiumának egyik épületében működik az új tanév kezdetétől. Nyíregyháza, mint régi katonaváros, mondhatom az elmúlt évszázadok alatt, sok jó katonát, honvédet adott ennek a hazának. Ezért is fogalmazódott meg tavaly ősszel a kollégium kialakításának ötlete. Az események idén tavasszal gyorsultak, felnyáron pedig már várták is a jelentkezőket az intézménybe, ahol olyan fiatalokat nevelnek majd, akik tenni akarnak a közösségért. Ők bármely középiskolába járhatnak, és délutánonként vesznek részt a programokon, amelyek közt a hazafias nevelés mellett emelt szintű angol nyelvi oktatás és informatikai képzés is lesz. Elengedhetetlen, hogy olyan fiatal nemzedék nőjön fel mögöttünk, aki fontosnak tartja hazánk, nemzetünk sorsát és boldogulását, hogy elkötelezettek legyenek a hazájuk iránt, legyenek lojálisak, tudják elődeink példáit követve, mint itt a kollégium névadójánál, és örülök neki, hogy a kollégium vezetése pont olyan személyt választott ki, akinek nyíregyházi kötődése van. És olyan katonai példakép lehet majd az itt tanuló fiatalok számára, akit lehet követni, akire fel lehet nézni. Az átadón a honvédség katonai vezetője azt emelte ki, 14-18 évesen formálható a leginkább a fiatalok jelleme. Ezért is választották annak idején ezt a korosztályt a Debrecenben már több éve működő kollégium célcsoportjának. Mi nem katonákat akarunk képezni ezekben a honvéd kollégiumokban. De a katonai tudás, a katonai tapasztalat, azt legjobban azok a katonák tudják átadni ezeknek a fiataloknak, akik bizony érezték már azt a bizonyos puskaport. És ha most ránéznek arra a kezdeti csapatra, aki összeállt itt Nyíregyházán, akkor látják, hogy itt vannak egyenruhában, és itt vannak civilben is már, akik meg fogják tudni teremteni azt az egyensúlyt, hogy mit kell kapni a fiatalnak ahhoz, hogy a honvédelem a magyar katonai értékrendjét vigye magával, és közben a civil pedagógusok, szakemberek pedig vigyáznak a lelkükre, hogy ugyanakkor maradhassanak gyerekek. A kollégium egy osztállyal 24 tanulóval indul, akik 7 különböző iskolából fognak ide járni. A fiúk és a lányok szobái külön emeleten lesznek, a szállásért nem kell fizetniük. Összesen egyébként 3000 négyzetméteren 152 ágyas szobát alakítottak ki erre a célra a kollégium épületében. Ezek nagy részét fel is újították, a többit pedig őszig fogják. Az ünnepségen elhangzott, fontos, hogy ne csak hagyományaink, hanem jövőnk is legyen a honvédelem terén. Csináltuk a közigazgatásban a Megyei Védelmi Bizottság vezetésével a közigazgatás felkészítését, a területvédelmi ezredekkel a társadalom megszólítását, és most ezzel a kollégiummal elkezdjük építeni a jövőt. Jelenteni tudom önöknek, 24 fő növendékünk van, aki ezen a héten beiratkozott, akik a jövő hét vasárnap megkezdik majd Debrecenben a békatábort. A tanévnyitót pedig augusztus 31-én tartják. Az intézmény névadója a nyíregyházi Miketz Kálmán egyébként az első világháborúban harcolt. Ezt követően kapott vitézi, majd 1994-ben posztumusz dandártábornoki címet. A megye székhelyen utca is őrzi a nevét.